Köszöntöm a kedves televízió nézőket, és nagy öröm számomra, hogy ma az én fiammal beszélgethetünk az ő életéről, az ő megtéréséről, és szeretném megkérdezni, hogy milyen ige az, amely kedves elsősorban te számodra, de bármelyik igét mondhatod, amely a te szívedhez közel van. Hát én is köszöntöm nagy szeretettel a kedves televíziónézőket, és örülök annak, hogy hát elmondhatom bizonságtételemben azt, hogy mit tett velem az Úr. Az első fontos meghatározó ige, amely az életemben elsősorban szólt, a legelső ige az volt, a Galata 2:20, amely így szól, hogy élek többé, nem én, hanem él bennem Krisztus, amely életet élek, pedig most testben élem, és az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, önmagát adta, érettem. Ez az ige volt az, amely megtérésemkor megragadta az én szívemet, és hát annak ellenére, hogy harmadik generációs szülőknek egy gyermeke vagyok, igen, és mind az elődeim között is voltak keresztények, és mai napig is élnek, és örülök annak, hogy apuval most beszélgethetünk. Ez az ige azért mondott nekem sokat, mert előtte természetesen jártam én is, mint keresztény szülőknek a gyermeke gyülekezetbe. Édesapám még szüleim vittek minden vasárnap, szerdánként vagy csütörtökönként a gyülekezetbe. Szinte nagy részt ott nőttem fel, de viszont nekem is az életemben el kellett, hogy jöjjön az a pont, amikor döntést kellett hozni, el kellett határoznom azt, hogy kit szolgálok, és ki az én életemnek az ura. És ez a pont 14 és fél, 15 éves korom körül jött el, akkora ért meg bennem az, hogy Isten mi az, amit elvár tőlünk, mi az, amit vár tőlem is, és nélküle az én életem semmi. Annak ellenére, hogy gyülekezetbe jártunk, és ismertem a keresztényeket, ismertem a keresztény családokat, és nagyon láttam azt, hogy mik a hibák, vagy mik a problémák a keresztény családokban is, de tudtam azt, hogy nekem is szükségem van egyszer megállni Isten előtt, és meg fogok én is állni Isten előtt, és hát ez az ige volt a meghatározó, amikor az akkori pásztorunk egyszer egy alkalommal után megkérdezte azt tőlem, hogy hát kedves Jenő, te hogy állsz az Úrral? Elfogadtad az Urat már? Megváltod-e az Úr? Vagy csak jársz a gyülekezetbe? Ismered-e a Bibliát? Foglalkozol-e a Bibliával? Olvasol-e a Bibliát? És hát ezt mondtam neki, hogy hát igen, olvasom a Bibliát, többször olvastam, de még nem döntöttem el, hogy most valójában ki az én életemnek az Ura, kinek szolgálja. Aztán egy hétre rá jött egy olyan megfelelő csütörtök este, amikor Isten megszólított nagyon, és döntenem kellett, és azon az éjszakán úgy döntöttem, hogy én Krisztust akarom követni, azon a csütörtök éjszakán. Ezt elmondtam a pásztoromnak is, és a későbbiekben elmondtam a szüleimnek, akik nagyon örültek neki, hogy ismételten a családban, az ő első fiúk, mivel a családban az első gyermek én vagyok, négyen vagyunk testvérek, és hála Istennek most már minden négy testvérem az Úré, és az Urat szolgáljuk. De hát mind a négyünknek el kellett jutni erre a pontra, és hát köszönöm az Úrnak, és hálás vagyok azért, hogy az ő kegyelme és az ő szeretete kiáradt rám is, és én is megtapasztalhattam ezt, és elfogadhattam őt. Így azóta vele járok az Úrral, és követem az ő útját. Akkor, amikor az én pásztoromnak elmondtam az én megtérésemet, azt, hogy döntöttem Krisztus mellett, és átadtam az életemet teljes egészében neki, azután
nem sokára, pár napra rá következett a bemerítésem, amelyben megpecsételtem az én hitemet, az én hitvallásomat, a Krisztusnak engedve, ahogy Krisztus is engedett, ahogy mondta ezt Jánosnak, hogy engedj most nékem, mert a megkeresztelkedésnél, és Jézus is megkeresztelkedett, hasonlóan én is bemerítkeztem, megkeresztelkedtem, és jó volt átélni azt, hogy újjászült, újat teremtett az én életemben, és azóta, hogy az ige is kifejezi azt, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, azóta Krisztus él bennem. Hát hol erősebben, hol gyengében éreztem az ő jelenlétét, de mindig tudtam azt, minden, akármilyen helyzetben voltam az életemben, hogy Krisztus segít, és segített is, és jó vele járni, csodálatos ez az élet, és nem szeretnék soha visszatérni, hanem szeretném mindig követni őt, és szeretnék vele járni, ameddig itt tart. És hiszem, és vallom azt, hogy ahogy ki kellett, hogy üresítsem magamat teljesen, ki kellett vetnem mindent az én életemből, teljesen átadni így az én életemet neki, így hiszem azt, hogy ő teljesen betölti egyre jobban. Nem mondom azt, hogy elértem volna már, mint ahogy Pál apostol is mondja, de a szükséges, hogy törekedjünk arra, hogy mind inkább a szent életre, a tisztaságra, és hát erre törekszek én is, és így élem a napjaimat. Szeretnék egy kicsit visszatérni arra fiatalabb évekre, amikor hát valóban még gyermek voltál, vagy iskolába jártál, és hogy milyen dolgok voltak, amik értek téged? Hát igen, az első kemény helyzet, amikor még nem voltam keresztény, tehát nem voltam megtérve, de már az iskolában, az általános iskolában az osztálytársaim eléggé kiközösítettek, amiatt, hogy keresztény családban nőttem fel. Az akkori rendszerben nem volt megengedett nagyon a keresztényeknek a munkálkodása, nem nagyon fogadták el a keresztényeket. Így hát, mivel te is keresztény voltál, és vagyis, és tudod te is nagyon jó, hogy mennyit szenvedtünk, illetve mennyi hátrány ért abból az iskolában, hogy nem fogadtak el, úgy az osztálytársaim kiközösítettek, csúfoltak, gúnyoltak, és hát ez első osztálytól szinte a 8. osztályig befejeződőleg végigkísérte az életemet. Az első osztályban, mivel a hitünk alapján hát nem voltunk kisdobosok, és hát ez nagyon nem tetszett az akkori rendszernek, és mivel veled együtt haladva és hallgatva a vezetésedre, Istentől kapott vezetésedre kiálltunk a hitünk mellett, és mivel nem lettünk kisdobosok, így ezért nem fogadtak el, a tanárok megkülönböztettek bennünket, elsősorban tehát az én életemben volt ez, de a testvéreimnél is gyengébben érezhető volt ez, hogy nem úgy kezeltek bennünket, aztán a faluban is érzékelhető volt az, hogy hát ezek a keresztények, ezek a vallásos emberek nagyon komolyan veszik az Isten igéjét, nagyon komolyan veszik a Bibliát, így hát nem segítettek az iskolába bennünket, hát inkább hátráltattak. És hát a tovább tanulásom idején is emlékszel biztos arra az esetre, amikor hát el kellett menni szülői értekezletre, és a tovább tanulásomat szerettük volna beadni, Isten segített és abban, hogy kaptunk egy kijelentést, hogy milyen irányba mozduljak, és az Úr vezetett téged abban, mivel elég, tehát nem voltam talán, mondhatjuk úgy, hogy határozott abban, hogy most milyen irányba kell, hogy menjek, de imádkoztunk, és az Úr kijelentette azt, hogy könyvkötő legyek, és így kezdjem el a karrieremet, aztán láthattuk azt, hogy az iskolában a tanáraim próbálták ezt megakadályozni, és hát ilyen apró cseprő cselszövéseket is bevetettek arra, hogy ez ne jöjjön létre, és esetlegesen behúzzák az én jövőmet, de Isten
vezetett téged, és emlékszel biztos vagy arra, hogy azokat a papírokat, amiken ki rajta voltak, az önéletrajzok, és amelyeket továbbították az iskolák felé, azokat meghamisították, és te rájöttél erre, és nem írtad alá ezeket a papírokat, így aztán a megfelelő önéletrajzot, jellemzést, amit írtak rólam, azt írtad alá, és így adtad ezt tovább. Hát így telt az én első 8-os általános iskolai éveim. Hát én is valóban emlékszem mind arra, hogy még önmagában az sem tetszett a akkori osztályfőnöködnek, aki, amikor hát vállaltuk a negyedik gyermeket, és hogy hát mi miért vállalunk 4 gyermeket, és ott volt egy földterülete a tanároknak a házunk mögött, és pedig sokszor segítettük akár a diót összeszedni, vagy bármit, de ő mégis olyan hát ellenséges módon kezelt minket, és amit elmondtál is, hát valóban, hát ott jöttem rá, hogy ő azt mondta, hogy majd ír jellemzéseket a tanulókról, és egy kis füzetbe leírta, és majd utána átmásolja a rendes jelentkezési lapra, és én nekem az úr azt mondta, hogy ezt ne írjam alá, mert ő mást fog oda ráírni, és amikor utolsó pillanatban tudtuk elintézni azt, hogy oda menjen könyvkötő szakmába, akkor ide kellett, hogy adják számomra azt a jelentkezési lapot, hogy én adjam tovább. Viszont előtte volt egy orvosi vizsgálat, és az orvoshoz is újra el kellett ezt az új lapot vinni, és az mondta is, hogy már én egyet aláírtam, hogy miért hoznak másikat. És ebből is látható volt, hogy Isten igazolta mindezeket a dolgokat, hogy hát azon voltak, hogy valahogy ne vegyék fel arra a szakmára, viszont azt kellett meglátnom, hogy ahova jelentkeztek az osztály többi tagjai, sajnos őket nem vették fel, és egyedül a fiamat vették fel oda, amit Isten mutatott nekünk, hogy az lesz az ő szakmája. És hát én hálás vagyok Istennek azért, hogy sok-sok ilyen dolgon hát mentünk át, de ugyanúgy én is elmondtam ezt talán a múltkori adásban, amikor én velem is ugyanazt megtették, és próbálták az én tovább tanulásomat megakadályozni. De hála Istennek, hogy Isten mindig tudja azt, hogy mire van szükségünk, és mi a legjobb számunkra, és majd a továbbiakban is fogok arra kitérni, hogy hát én is tanultam egy szerszámkészítő szakmát, és ez a precízség, amit ott kell csinálni, ez milyen fontos volt a továbbiakra nézve az életembe. Most annyit szeretnék kérdezni, hogy amikor hát tovább elkezdtél járni Budapestre, iskolába is, és hogy mind ezekben Isten hogyan vezetett, és hogy akár a munkahelyeden hogyan tudtad megélni azt, amire Isten elhívott. Igen. Hát a 8. osztály befejezése után ugye következett a középiskola, és a kettő között, tehát ebben az időszakban volt a megtérésem, ekkor fogadtam el az Úr Jézust, ahogy említettem, és látható volt már az életemben az, hogy Isten megváltoztatta a jövőképemet, a jövőmet, és Istennek az áldása azonnal belépett az életembe, mihelyt elfogadtam őt megváltómnak. A középiskolában a jegyeimet jobbak lettek sokkal, mint az általános iskolában a jegyeim, és Istennek éreztem a szeretetét, a meghallgatását, azt, hogy amikor az imám meghallgattatott, és olyan tanárokat kaptam, akik segítettek Pesten az iskolában, a nyomdaipari suliba, hova jártam be, és nagyon jó volt az, hogy reggelenként, mivel elég hosszú volt az út, korán kellett kelni, Bibliát tudtam olvasni a vonaton, tudtam elmélkedni, amikor
volt lehetőségem, és láthattam azt, hogy az Úr velem van és segít, és olyan társakat adott mellém az út során is, akiknek tudtam úgymond bizonyságot tenni, vagy elmondani az én hitemet, hogy mit tett az Úr velem. Az iskolát, a nyomdaipari sulit befejeztem, és hát ebben a könyvkötészetben, a kötésben mentem tovább, és nagyon hamar érkezett az életemben a katonaság, mivel akkor még a katonaság egy másfél éves időtartam volt, a hivatalos, így volt lehetőség arra is, hogy válasszak, hogy alternatív polgári szolgálatos katona legyek, amely nem fog fegyvert, aki nem fog fegyvert, vagy maradhatok ugye a hivatalos honvédségnél. Aztán az Úr megérintett és azt mondta, hogy aki fegyvert fog, az fegyver által vétetik el, de nem is csak is elsősorban, hanem az Úr rám neheztelte azt, hogy maradjak én meg a polgári szolgálat mellett, és ne menjek én tehát fegyveres közeg közé, hogyha lehet választani, és ebben ti is segítettetek, imádkoztatok velem, és tanácsoltatok is abba, hogy ez jó lesz, és így több helyről, még a gyülekezetből is több helyről kaptam megerősítést ebben, így aztán másfél év polgári szolgálat következett az életemben, amely a Váci Jávorszködön kórházban volt, ott töltöttem le ezt az időszakot, amelyben megint segíthettem, illetve bemutathattam Krisztust, mert olyan emberek voltak körülöttem, akikkel beszélhettem. Nagyon jó munkám volt, és hát egy másfél év után ez is befejeződött, és következett a munka, amit én elkezdtem utána a nyomdában, és abban a nyomdában kezdtem dolgozni, és hát mai napig is abban dolgozom. Most még azt szeretném kérdezni, amikor hát egymás után 3 évenként születtetek a családba, és egy kicsit, ha visszaemlékezel arra, hogy mikor én is odahaza dolgoztam, és így meg tudtuk oldani azt, hogy reggel együtt olvassunk igét, és hogy ezek hogyan történtek. Hát jó visszagondolni erre is. Nem tudom, hogy ma hány családban lehet ezt megtenni, ahogy említetted is, a reggeli igeolvasást, vagy az esti igeolvasást. Nagyon jó volt az, és visszaemlékszek azokra az időkre, amikor édesapám, édesanyám leültek, és hát ahányan voltunk, mindannyian ott voltunk, gyerekek is, kicsik is, és arra az időre, arra kis időre nem voltak ezek olyan hosszú idők, de erre a 20 percre le tudtunk ülni együtt. Apukám elolvasta az igét, és felolvasta nekünk az igét. Sok igeverset, igeszakaszt megtanulhattunk, beszélgethettünk az igéről, elmondta talán az igét, hogy az értelmét, amit talán nem értettünk, kérdésekre válaszolt nekünk. És ez jó volt, és ezekre visszaemlékszek, ezekre a pillanatokra, és nagyon megalapozták az én hitemet, a hűséget, a jellememet abban, hogy Krisztus mellett kitartsak, és hát mit mondjak még erről? Igazából az, hogy az imádságok is megtanultunk imádkozni, gyerekek voltunk, és hát már a gyülekezetben, mire odaértünk, akkor tudtunk imádkozni. Hát ugye ezek voltak az én szívemben. Ja, hát még apu, amit így említette, az, hogy nagyon jó volt, hogy hát a beszélgetések utána, ige olvasás után énekelhettünk együtt, fölemeltük a kezeinket, és egy áldást elmondhattunk egymásra, ami énekekben. Hát ezek is mind csodálatos pillanatok. A gyülekezetünk életében hát elkezdődött egy olyan időszak, amikor hát Isten hát elvégezte a szívemben, hogy egy új imaházat építsünk az Úrnak. Hát 36 évig a szüleimnek a házában volt az összejöveteli alkalom. Én ott fogadtam be az Úr Jézus Krisztust a szívembe,
és amikor az Úr elhozta, hogy azt az igét adta Aggeus próféta könyvéből, hogy nagyobb lesz a második háznak a dicsősége, mint az elsőnek, és hála az Úrnak, hogy hát 23 tagja volt akkor a gyülekezetnek, és hittel megvettük a telket, és elkezdtük utána építeni. Ezek a tagok között voltak olyanok, akik még nem keresőképesek voltak, tehát iskolások voltak, vagy volt olyan, aki talán munkanélküli volt. Körülbelül 5-6 férfi volt abban az időben, és oda szenteltük az időnket arra, hogy hát valóban a szabadszombat, a szabadságot, minden ilyen lehetőséget megragadjunk, hogy építsünk az Úrnak egy új templomot, és hát te is ebbe részt vehettél, és hát sokat dolgoztál esetleg, amikre te emlékszel egy-két olyan fontosabb eseményre, akkor kérem, hogy mondjad el. Igen. Nagyon jól visszaemlékszek erre az időszakra. Megint egy csodálatos és meghatározó időszak volt az életemben, amelyre jó visszaemlékezni, mert fiatal voltam, és egyedülálló akkor még, de ahogy említetted azt, hogy hát azért a szombatjaink, mivel a gyülekezetnek a kis létszáma miatt a szombatjaink eléggé be voltak fogva, mármint úgy, hogy nagyon sokat kellett hozzátennünk fizikai munkában ahhoz, hogy ez a hajlék felépüljön az Úrnak. Jó látni azt, hogy volt egy határozott látás, amely mellett a vezetéseddel a gyülekezet elindulhatott, és ez a vezetés mellett haladhatott a gyülekezet. Hálásak vagyunk az Úrnak azért, hogy én is hálásak az Úrnak azért, hogy az építkezés ideje alatt baleset nélkül végig történhetett ez az egész, tehát senki vel nem történt baleset, és az Úr megőrizte az ott dolgozókat. Noha voltak eléggé veszélyes helyek, amikor ugye talán az ígerendákat a vékony kis falon kellett szétraknunk, és hát nem könnyű volt azokat emelgetni, de az Úr hála Istennek, hogy megőrzött bennünket, és tapasztalhattuk az ő védelmét, és azt a sok segítséget, amelyet kívülről olyan emberektől, akiket nem ismertünk, vagy akikről nem hallottunk, segítettek abban, hogy ez a hajlék felépüljön. És hiszem és vallom azt, hogy ez az időszak nem olyan időszak volt, amely elvett volna az én életemből, vagy az én fiatalságomból, hanem hozzátett. És ezért is Istennek legyen a dicsőség, hogy az Úr ebben is segített, adott erőt, és lehetőséget arra, hogy ez a hajlékbannak az építésében én is részt vegyek. 91-ben kezdtük el, 1991-ben az építkezést, meg az alapkőletételt, és hát 97. április 26-27-én két nap történt a hivatalos átadás, az ünneplés, és nagyon hálásak voltunk azért Istennek, hogy minden kölcsön, minden ilyen kérés nélkül, tehát nem kértünk sem az önkormányzattól, sem még a saját egyházunktól sem, hanem azt tartottam, hogy ha Isten akarja, hogy ez a templom felépüljön, akkor valóban ő ki fogja rendelni az anyagiakat, és nem tudtunk annyit tenni, hogy ne lett volna elegendő a pénz arra, amit pont kellett készíteni. Amit meg lehetett, mi magunk elkészítettük, olyan dolgokhoz hívtunk segítséget, kőművest vagy olyan segítséget, akik valóban szépen, precízen el tudják készíteni azt a munkát, amit esetleg mi nem tudtunk volna. És hát Isten megáldotta ezt a mi életünkben, mert valóban a gyülekezet tovább fejlődött, és megduplázódott a létszám, és Isten azt akarja, hogy továbbra is hűségesen szolgáljunk néki. A továbbiakban még az életedben
egy-két olyan állomást, ha szeretnél megemlíteni, amikor hát az Úr veled volt és megsegített, és hogyha ezekről még tudnál mondani nekünk. Hát igen, voltak hitbeli lépések az életemben, amik, tehát amit említettem, a szakmám is egy hitbeli lépés volt. Abban is az Úrat kértem, és segített az Úr. Aztán a továbbiakban is a párválasztás, hogy ki legyen az én házastársam, aztán a gyermekeinknek a vállalása során is. Tehát minden területen megtapasztalhattam azt, hogy Isten velünk van, és jó az Úr. A gyerekeknek a vállalásánál is. A feleségemről a házasságon közepén kiderült, hogy epilepsziás beteg, és hát ez a betegsége van, és ezt úgymond nem volt könnyű, de az Úr segített abban, hogy felvállaljuk, és imádkozzunk érte, hogy a családunkban megmaradjon a békesség, megmaradjon a hűség, a szeretet. Aztán eljött az a pillanat is, amikor imádkozhattunk az én feleségemért, és ettől a betegségtől megszabadulhatott, és hálás vagyok az Úrnak azért, hogy a gyermekeink nem örökölték és ezt a betegséget, hanem mind a két lányom egészséges, és nőnek föl most már egyre inkább. Az én nagyobbik lányom az most 14 és fél éves, és most van ott ugye, hogy tovább fog tanulni, és hálás vagyok az Úrnak azért, hogy már az ő továbbtanulása is elindult, és egy új iskolába fog most szeptembertől kezdeni, amelyet hiszem és vallom, hogy az Úrtól kapott. A kisebbik lányom, ő pedig az ötödik osztályt kezdi el, és járnak ők is a gyülekezetben, otthonra találtak a gyülekezetben. A nagyobbik lányom már befogadta az Úr Jézust a szívébe, most nem sokára még ott áll a bemerítés előtt, de hiszük és valljuk azt, hogy el fog jönni a bemerítés az ő életében. A kisebbik lányom is elfogadta az Úr Jézust, de ő még nem döntött ami mellett, hogy bemerítkezzem. A bemerítésem után még szeretném elmondani azt, hogy ahogy Isten igéje is tanítja, és jó tudni azt, hogy a ház be legyen töltve mindenkor, mert ha üres a ház, akkor az onnan kiűzött, kiment ellenség szeretne visszajönni. És az én bemerítésem után megért bennem is azt, hogy kérjem azt, hogy imádkozzanak értem a gyülekezetbe, azért, hogy a Szent Szellem betöltsön, és az én életem be legyen töltve, és ne csak kívülről érintsen a Szent Szellem, hanem valóságosan, teljesen az én belsőmben is ott legyen, és betöltsön, és adja azt a csodálatos nyelvet, és adja az ő ajándékait, amely az igében, az korintusi levélben is benne van. Egy vasárnap édesapám, amikor szólt az igét a gyülekezetbe, pont erről a témáról beszélt, és kérdezte azt, hogy ki az, aki szeretné, hogy betöltsét a Szent Szellem, imádkozzon érte. És hát ott talán egy picit bátortalan voltam, és a gyülekezetben nem mondtam el neki ezt, hogy én szeretném, de ahogy hazamentünk, egyre erősödött bennem, hogy kell, hogy betöltve legyen az én életem. Aztán pont egy bemerítésre igyekeztünk volna délután, és még előtte, akkor a ebéd után kértem édesapámat, hogy hát gyere apu, és imádkozzunk. És eddig is sok területen imádkoztunk együtt, és hitben tettünk meg lépéseket. Hát én hittem és vallottam azt, hogy attól függetlenül, hogy édesapám fog imádkozni érettem, de hiszem és vallom, hogy betölt a Szent Szellem. És ahogy elkezdtünk imádkozni, lerendeztem a bűneimet, letettem, amit az Úr felhozott, vagy amit az Úr kijelentett, hogy mi az életemben, mi azok a területek, amelyekben talán még nem követem őt, vagy amiben megjelentett az Úr nekem, illetve édesapámnak, és amit úgy neked tenni, azokat letettem,
és elhatároztam, hogy továbbra is a tisztaságú és a szentségben szeretném az Urat követni, és szinte egy pár percen belül betöltött a Szent Szellem, és hát hál' az Úrnak az, hogy elkezdtem szólni nyelveken. Először csak egy pár szót tudtam szólni nyelveken, és egy kicsit olyan talán furcsának tűnt, hogy ez az újdonság, de az Úr aztán, ahogy elkezdtem ezt a nyelveket használni, egyre jobban betöltött és adta ezeket. És jó az Úrral járni, és használni ezeket a nyelveket, és használni azt, amit ő adott, és az ő kenetében, az ő szeretetében járni. Nagyon fontos, hogy a kedves nézők is bizonyos módon talán megértsék, hogy miről is van szó. Néhány dolgot el kell, hogy mondjak, vagyis hát az én életemben is, hogy ez hogyan történt, mert 1977. november 21-én fiatalok jöttek a gyülekezetünkbe Budáról. Ők is baptisták voltak, de egy megújult fiatal csoport jött, és onnan volt egy testvér, aki hirdette az igét, és ők bizonyságot tettek közöttünk, és bátorítottak arra minket, hogy hát imádkozzunk azért, hogy Isten szent lelke tudja a mi szívünket is teljességgel betölteni, mert ugyanúgy a megtérés is a Szentlélektől van. Ugyanúgy fontos volt az, mikor Jézus a tanítványokra rá lehelt, hogy vegyetek szent lelket, és ők ezt átvették, de mégis ez először csak kívülről érintette őket, viszont mikor eljött a pünkösd napja, akkor valóban bekövetkezett az ő életükben, mikor azt mondta az Úr Jézus, hogy 10 napig maradjatok itt Jeruzsálembe, és elküldöm számotokra vigasztalót, a paraklétoszt, a szent lelket, és amikor ott a felházba 120-an imádkoztak, akkor ez valóban bekövetkezett, és valóban elérkezett az ő életükben, és amikor kimentek, mert addig bezárt ajtókkal voltak, akkor kimentek, és bátran mertek bizonyságot tenni az ő hitükről, és az ott lévő körülbelül 17 nyelvjárás, ahogy az Abcsel második részében írja, azok saját maguk értették az ő nyelvükön azt, amikor az apostolok bizonyságot tettek. És olyan jó tudni azt, hogy Isten mindig az ő ajándékait valamiképpen céllal adja mi számunkra, mert hát én is eldőlt a szívemben, hogy hát fogok imádkozni ezért, mert hogy Isten szent lelke teljességgel töltsön be. És volt ezek a fiatalok között egy testvérnő, és Isten szent lelkének egyik ajándéka működött, és egy olyan dolgot elmondott nekem, amit senki sem tudott, csak én. És azt mondtam, én most először találkoztunk velük, hogy nem ismertem őt soha, nem is tudhatott rólam semmi ilyet, és hogy ezt kijelenti neki Isten, hát erre vágyom én is. És hát így kezdtünk el ezért imádkozni, böjtölni minden héten testvérekkel, és elérkezett 78. május 14-e a pünkösd napja, és ott maradtunk a imaházba, és leborultunk, és elkezdtünk imádkozni, hogy Isten adja meg számunkra. Nem volt senki, aki hozzá segített volna, hogy értünk imádkozzon, hanem mi magunk imádkoztunk ezért, és hát egy órai imádkozás után a Szentlélek betöltött engem, és elkezdtem egy más nyelven szólni, és hadd mondjam el még azt, hogy olyan csodálatos volt, mert nem sok idő múlva Csillebércen volt egy misszionárosoknak a találkozója. A világ minden részéről volt 400 misszionárus ott, és egy testvér, aki vezette az alkalmat, azt mondta, hogy Afrikából jöjjön elő egy pásztor, és tegyen bizonyságot. Ő előre jött egy gitárral, és azt mondta, hogy hát a Szentlélektől kaptak egy csodálatos éneket,
a gyülekezetben százszor is eléneklik. És amikor ő ezt elkezdte énekelni, akkor én ezt megismertem, hogy ugyanazok a szavak, amikor a Szentlélek engem betöltött, ami Istent dicsőíti, és hát egy csodálatos visszaigazolás volt annak, hogy akkor egy afrikai törzsi nyelvet adott nekem az Úr, és azzal dicsőítettem az Urat. És hálás vagyok azért az Úrnak, hogy Váci kórházban, ahol szolgálok, hát betegek felé most már 24. éve, és az történt, hogy az Úr megadta, imádkoztam, hogy megértsem azt, amit nyelveken imádkozok, és hogyha az embereknek van problémájuk, akkor Isten kijelenti azt, hogy mi a betegségüknek az akadályozó része, ne gyógyuljanak meg, és hát így szoktam értük imádkozni, és Isten kijelenti, és hát sok-sok hatalmas gyógyulás történik a Váci kórházban, de nem csak ott, hanem sok felé, ahova hívnak, és hálás vagyok Istennek azért, hogy Isten igéje igaz, és ő betölti minden olyan szükségünket, és valóban azt akarja, hogy bízunk ő benne, és Isten hitet adott a szívünkben, és ez a hit az, amely elvégzi azokat a dolgokat, amikor Isten valamit megígért az ő igéjében, hogy ő beteljesíti. Ő nem arra hívott el minket, hogy mi higgyünk abba, hogy ötös találatunk lesz a lottón, vagy sorolhatnák ilyen dolgokat, mert mi az élő Istenben hiszünk, és tudjuk azt, hogy mire van szükségünk, és ő felettébb megadja mindazt, amire szükségünk van, és hát ugye ezt tapasztalom, hogy soha nem volt az, hogy nekem sok pénzem lett volna, de az Úr adott egy szép házat, adott nagy családot, szülőket, mindenki, akik az Urat szolgálják, hát több mint 20-an vagyunk a gyülekezetben a család tagjaiból, akik az Urat követjük. És hát ezért jó, hogyha a te életedben is ezt láthattad meg, de fontos, hogy még esetleg a testvéreidről is szólj néhány szót, hogy mivel hát ők is az Úrban vannak. Igen. Hát a húgom, a Henrietta, ő a gyülekezetünkben a dicsőítés vezető, és egy apró szösszenet csak az ő életéből az, hogy én kezdtem el tanulni, zongorázni, és végül és ő lett dicsőítés vezető a gyülekezetében. Márhozzá ez is úgy, hogy egy testvérnő kapta látomásban azt, hogy ő zongorázni fog, és soha nem tanult olyan hivatalos helyen, hanem saját magától az Úr tanította meg őt arra, hogy két kézzel tudjon játszani, és így dicsőség az Úrnak, hogy ő ott van és csinálja ezt. Aztán a másik húgom, a kisebbik, a Hajnalka, ő óvónéni, ő a gyülekezetben a gyerekekkel foglalkozik, a bibliaiskolát vezeti. Az öcsém pedig a Máté, ő pedig itt Budapesten egy gyülekezetben dicsérítős vezető, ő pedig gitárra dicséri az Urat, és hát jó ezt látni, hogy Isten megáldotta a mi családunkat, és amint említettem is az, hogy az örökségünk, a nagymamánknak és a nagyszüleinknek az öröksége, az folyamatosan az áldás jön le a családon, és láthatjuk azt, hogy egyre inkább ez kiteljesedik, ahogy Isten igébe is benne van ez. Igen. Hát csak annyit még, hogy nekem már a déd nagymamám hívő baptista hívő volt, és már a fiamnak, tehát ők nagymamája, és igen, hát ahogyan megtért a nagymamám, akkor a szüleim is ott laktunk abba a házba, és hát elvégezte az Úr a szívükbe, hogy hát odaadják imaháznak, és hát így 36 évig ott volt az alkalom a baptista gyülekezetnek. És hálásak vagyunk, hogy Isten tovább léptetett és adta ezt az új imaházat, és hisszük azt, hogy továbbra is hitben járhatunk, és mind azokat, amiket hittel
kimondunk, hisszük, azt mondja Isten igéje, hogy meg lesz az, amit mondott. És ezért fontos, hogy megmaradjunk a hitben, és ne olyan negatív dolgokról beszéljünk, hanem tudjunk beszélni olyan dolgokról, amely másik embereket is építi, és másik embereket is elősegíti, és akár családi életüket, akár a munkahelyükön. Én abban is hát próbáltam pont a kisebbik fiamnak is segíteni, amikor hát összeházasodtak a gyülekezetünkben, én összeadtam őket, és hát ők Budán laktak, és ott tanult is a fiam, és már ott volt még az igazgató, vezérigazgató is elkísérte, mert szerették, és az történt, hogy másfél hónap múlva csődbe ment a cégük, és el kellett jönni, és hát beadta ő az ő önéletrajzát sok vagy 15 helyre, de nem jött válasz, már másfél hónap eltelt, és kezdett szomorkodni, mert vett egy lakást a felesége, és amikor hát kellett svájci frankon vette, és tudjuk azt, hogy fölment a svájci frank, és hát egyre többet kellett volna fizetni, és ő meg szeretett volna dolgozni, és hát szomorkodott, hogy hát most mi lesz, hogy ő nem tud segíteni, otthon van, a felesége dolgozik, és indított Isten, hogy menjünk el hozzá, Juk és feleségemmel, és kértem, hogy írja föl így egyforma papírra, hogy hova adta be a pályázatot, és 15 helyet leírt, és mondtam, én nem is akarom nézni azt, majd Isten kijelenti azt, hogy melyik az, ami ő szerinte való, meg melyik az, ami nem. És amikor imádkoztam felette, akkor hát 12 helyre beadott pályázat nem Isten szerint való volt, és 3 darab pedig ő szerinte való volt. Imádkoztam azért, hogy Isten hozza előre, hogy behívják. 2 nap múlva jött a Vácról, az egyik gyárból az ő számára megkeresés, és bemente a tulajdonos, 15 percen belül felvette. És 10 voltak akkor vezetők, és a 10 közé bekerült ő, majd egy év múlva csökkentette a főnök a vezetők létszámát, hogy 3 legyenek, és ebbe a 3-ba is bekerült a fiam, és most már hát több éve ott dolgozik, és hát ő életében is hát mindez megmutatkozott, hogy érdemes az Úrban hinni, bízni, és ahogyan itt a családban is ezt tapasztaljuk meg, és a fiam életében is, és nagyon örülök annak, hogy hát ő is mindezekről bizonságot tehet, és hogy elmondhatjuk azt, hogy jó az Úr, és velünk van, örökkévaló az ő kegyelme, és még a szüleim is élhetnek, akik 88 évesek, 68. éves házasok, és kevés család mondhatja el az ilyen dolgokat, amiben átélhettük, hogy valóban hiszünk ő benne, akkor minden lehetséges annak, aki hisz, és hogy valóban megtapasztaljuk azt, hogy amikért imádkozunk, kérésünket Isten meghallgatja, és én továbbra is én azt szeretném mindenkor a te szívedre helyezni, hogy légy hűséges, és légy továbbra is odaadó az Úr számára, és mindazt, amivel megbízott, azt végezd. Még mondjád el azt számunkra, hogy a gyülekezetben, hát mivel bízott meg az Úr? Igen, a gyülekezetben imaórát vezettem először, az első pár évben, amikor megtértem, azután egy imaórát vezettem, és későbbiekben Isten vezetett arra, hogy vezessek buzdítást, tehát tanítást is legyen, prédikáció is legyen a gyülekezetben. Így hát egy hónapban egyszer tudok tanításban is részt venni, illetve segíteni
a gyülekezetben a vezetést, a gyülekezet vezetést, mivel a vezetőségi tagságba, tagok között én is részt veszek, és hát együtt hárman, édesapám, én és az én sógorom együtt azon igyekszünk, hogy Istentől elkérve, Istennek a dicsőséget adva mindenkor úgy vezessük a gyülekezetet, ahogy Isten akarja, és hát ebben én is most részt veszek, és hiszem azt, hogy az Úr megáldja ezt a munkát, továbbiakban is szeretném továbbra is nekiadni a dicsőséget ezért, és szeretnék továbbra is, hogy említetted és mondani, mondtad, hogy hűséges lenni ebben a munkában. Sok minden történt az elmúlt időben, és hát voltak olyan a dolgok is, amik talán pillanatnyilag szomorúságot idéz elő bennünk, és hadd említsem meg csak annyit, hogy feleségem édesanyjának a testvére, hát pont az elmúlt héten csütörtökön kellett, hogy a temetésére elmenjünk Kiskörösre, és ő volt az utolsó a családban, aki még megélte ezt a nagy kort, közel 94. évét megélte, és hálás vagyok az Úrnak azért, hogy az ő fia meg a leánya is megtért, és nálunk 2 évvel ezelőtt bemeríthettem a gyülekezetbe, viszont ő is vágyott erre, csak az idős korára nézve egy kicsit visszatartotta azt, hogy ő még hát ilyen bőszoknyás, és hogy talán így az átöltözés, meg az ilyen dolgok úgy visszatartották őt, de komolyan elfogadta az Úr Jézust, és amikor lent jártunk, akkor mindig kérte, hogy imádkozzam érte, és szeretett volna a gyülekezetünkhöz csatlakozni. De az Úr ezt nem adta meg, mert nem is ez a fontos, hogy melyik gyülekezethez tartozunk, hanem az, hogy van élő hitünk az Úr Jézus Krisztusban, és így a temetésen is, ahogy lent voltunk a szeretett vendégségen, valóban hát többen kérték azt, hogy imádkozzam értük, gyógyulásért, és hálát adhatok az Úrnak, hogy azonnal az Úr meggyógyította őket, és a kedves lánya is, aki tényleg szomorúságban volt, és Isten egy különleges örömöt, békességet adott az ő szívébe, és olyan boldog azért, hogy hát gondozhatták a testvérével az ő édesanyját, viszont most már az Úr elszólította, és tudják azt, hogy jó helyen van. Én hiszem azt, hogy mindenkor, minden időben, ha mi az Urat kérjük, akkor jó helyen vagyunk. Én minden nap egy megvallást is teszek erről, hogy mindig a legjobb időben a legjobb helyen vagyok, és én tudom azt, hogy most is, hogy itt vagyok, az is a legjobb az Isten számára, mert ő készített el, és én nem tettem ez ügyben semmit sem. Viszont voltak olyan dolgok, amiken át kellett mennünk valóban, akár nekem elsősorban, vagy családi szinten, amikor támadtak, vagy amikor esetleg hát úgy gondolták, hogy hát nem teljesen értenek egyet azzal, amit mi a Biblia szerint látásunk van, és ahogy követjük Istent, de olyan csodálatos, hogy annyira szeretem én az én gyülekezetemet, most is, ahogy lehettünk augusztus 20-án Tahiban körülbelül közel 3000 ember, és én ott dönthettem az Úr Jézus mellett én is, és hálás vagyok Istennek azért, hogy találkozhatok testvérekkel, találkozhatok a vezetőkkel, és nagyon jó beszélgetéseket ad Isten, lehetőséget, és visszaemlékeztek ott is az elődeinkre, amikor jövő esztendőben tudjuk, hogy már elérkezik az az idő, hogy 500 éve a reformáció ideje, nálunk 1 vagy 2 évvel talán későbbre adódik ez az eset, de olyan jó volt látni, amikor eredetiben beöltöztek testvérek, és azokat a testvéreket, akik az életükkel is fizettek az ő hitükért,
és hát mindegy színdarabszerűen lejátszották azt az időből való alkalmakat, és hálás vagyok Istennek, hogy Isten sok-sok jó dolgot tesz az életünkben, a gyülekezetünkben is. Én továbbra is hiszem azt, hogy Isten továbbra viszi az ő népét, ha hűségesek, ha azt a szolgálatot, amivel Isten megbízott minket, mindannyian hűségesen cselekesszük. Én bízom abban, hogy Isten megtartja a mi életünket, családunkat, gyülekezetünket, mert ebben az utolsó időben is nagyon sok olyan lehetőség, kihívás van, amely talán elvigye az embereket akár gyülekezetbe, vagy szabadossá válnak, és más gyülekezeteket keresnek, de mégis azt mondja Isten igéje, hogy aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És én eddig nagyon áldom az Urat azért, hogy ilyen nagy családban együtt Isten félők lehetünk, és követhetjük az Urat, és együtt lehetünk, és együtt ünnepelhetünk, mint most is vasárnap délután a lányom születésnapját együtt ünnepeltük. Előtte a kis unokámnak a születésnapja volt, 4 éves, és megkérdeztem tőle, hogy hát Dávidka, mit szeretnél kapni ajándékba? És azt mondta, hogy egy templomot. Hát testvéreim, olyan csodálatos, hogy ez a kisgyerek annyira szeret jönni a gyülekezetbe, annyira szeret énekelni, hogy a mikrofon megfogja, és hogy énekeljen, vagy imádkozni, sokszor vigyázunk rájuk, de nagyon boldogság nekünk, hogy az unokáim is ott vannak körülöttünk, ott laknak, és velünk laknak, és hát együtt meg lehetünk békességbe, szeretetbe. Ez is mind nem tőlünk van, hanem Isten szeretetéből fakad, mivel ő úgy szeretett minket, és megadta lehetőséget arra, hogy mi is ezt tudjuk gyakorolni, és tudjuk azokat az embereket is szeretni, akik talán nem közöttünk valók, vagy nem a mi gyülekezetünk közt tartoznak. Akartam említeni a múltkor, csak már nem volt idő rá, hogy ilyen ökumenikus imahéten is, amikor együtt vagyunk, a faluban nálunk római katolikus testvérek, református és a baptisták, együtt tartsuk az imahetet, és mindegyik templomban 2-2 napot, és mindig a másikok szolgálnak, és olyan jó tudni azt, hogy olyan csodálatos egységet munkált ki Isten. Még egy dolgot hadd mondjak el, erre nézve is, hogy mennyire ez igaz, hogy volt egy alkalommal, amikor egy református gyülekezetbe, ahogy a református gyülekezetbe kezdtük ezt az imahetet, és egy új katolikus lelkész volt ott, és mondta, hogy ő hát nagyon, nagyon izgul, még először fog szolgálni, és akkor hát ez hétfőn megtörtént ez a szolgálata, ő kezdte ezt a szolgálatot, és szerdán jön hozzám a gondnokuk, hogy hát képzeljem el, hogy most vitték be a kórházba, meg se tud mozdulni a lelkészük, és hogy hát azt mondta, hogy talán lenyomorodott. És amikor bevitték, hát megvizsgálták, én még azt kértem, hogy hát ott fogok imádkozni a gyülekezet előtt ezért a testvérért, ezért a plébános testvérért, és akkor hát a gyülekezetet is megkértem, hogy együtt imádkozzunk, és amikor vége volt az alkalomnak, hát ez egy órás szokott lenni, a gondnok testvér fölhívta a kórházat, a testvért, hogy hát mi van vele, és azt mondja, most jön ki a kórházból, és saját lábán idegbecsípődése volt a gerincébe, és teljesen meggyógyulva jött ki, és másnap már nálunk szolgált a gyülekezetbe. Tehát ezt is azért mondtam el, hogy nagyon jó az, mikor nem falakat építünk egymás között, hanem egymás segítsük abban a szolgálatokban. Most szombaton is lesz egy baba alkalom a Kozsdi művelődési házban. Egy év alatt született gyermekeket köszönti a három
közösség és igével szolgálhatunk ezen az alkalmon, tehát ezeket is így gyakoroljuk, akár augusztus 20 vagy az imahét, tehát amikor csak lehet, olyan módon próbáljuk egymást segíteni, próbáljuk egymást bátorítani a hit dolgaiban, és hisszük, hogy Isten elkezdi az ő munkáját ebben a faluban, és jó dolgok el fognak érkezni a mi számunkra. A végén még szeretnél-e valamit megosztani velünk, amit esetleg egy-két rövid mondatban utána imádkozni szeretnénk? Van egy ige még, ami a szívemben volt, amely a Róma 8:28, és ezt valószínűleg mindenki tudja és ismeri, akik már talán idősebb keresztények, de hát akik, ha nem ismernétek, akkor elmondanám, hogy tudjuk-e pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint azoknak, akik az ő végzése szerint hivatalosak. Hát legyen az Úr a dicsőség az, hogy mindenkor, minden helyzetben tudjuk azt, hogy az Úr az Isten, és neki adjuk a dicsőséget, és minden a javunkra szolgál. Talán a mai estén nem sikerült, vagyis nem beszéltem talán azokról a dolgokról, vagy nehézségekről, amik az életemben voltak, de mindig tudtam azt, hogy az Úr velem van, és velünk van, és ezt jó tudni, és ezt kívánom mind a tévénézőknek is, hogy tapasztalják meg, éljék át az Úrral ezt az életet, mert ez az élet megbánhatatlan. Igen, köszönöm, hogy hát ezt elmondhattad, és hát ez is egy bizonyság, amikor elmerjük mondani a mi hitünket, és merünk róla beszélni. Hát így most megkérlek, hogy te kezd el az imádkozást. Atyám, a Jézus nevében köszönöm neked ezt a lehetőséget, azt, hogy elmondhattuk a mi hitünket, elmondhattam azt, hogy mit cselekedett az én életemben, családom életében az Úr. Köszönöm, és vallom és hiszem azt, Uram, hogy Te vagy az Úr, Te vagy a királyok királya, és az Uraknak az Ura. Legyen mindenkor mindenért Tiéd a dicsőség és a magasztalás azért, mert a hatalmas Úr és király vagy. Uram, imádkozom azért, hogy akik nézik ezt a filmet, ezt az előadást, Uram, hogy érints meg az ő életüket, szólj hozzájuk, és teremts új szívet az ő életükben. Hozd helyre az ő problémájukat, az ő nehézségeikből, hozd ki őket, Uram, és adj nekik új életet. Egy olyan életet, Uram, amelyet mi is élhetünk, amelyet mi is megtapasztalhatunk minden nap, mert Te jó vagy, Te csodálatos vagy, és jó veled járni. Legyen Tiéd a dicsőség mindenkor, most és mindörökké. Amen. Amen. Úr Jézus, magasztaljuk, áldjuk a Te drága, szent és örök nevedet azért, Uram, hogy valóban adtál arra lehetőséget, hogy országvilág előtt, Uram, elmondjuk a mi hitünket, elmondjuk azt, hogy Te mit tettél a mi életünkben, és hogyan hoztad meg ezeket a változásokat. Köszönjük neked, Uram, mindazt, amit elvehetünk a Te áldott kezeidből, és add meg számunkra, Uram, hogy mindenkor megmaradjunk hűségesen, még itt tartod a mi életünket, és hogy odaát is veled együtt majd szolgáljunk téged, és hogy áldjuk a Te szent nevedet mindenért, amit adtál a mi életünkbe. Köszönjük, Uram, ezt a mi lehetőségünket, köszönjük mindent, Uram, amit elhalmozol a mi életünkben, és legyen áldott a Te szent neved azért, hogy Te megtartasz minket, és továbbra is akarunk neked szolgálni. A Jézus nevében hallgassál meg, Atyám. Amen. Amen.